a gyerekek mesterónak szólítanak, általában ismerőseim is, és aztán hogy egy jó pár éve én felélesztettem ennek a hagyományát, hogy valamikor a 1700 es években, azt hiszem Jász Jákóhalmán, mert az Magyarország asztalos faluja volt talán most is az, a mester levelet úgy írta a kala, hogy a legidősebb mester volt az asztalos atyamester. mester és mellette elállít a két mester még, hogy fiatal mester, fiatal mester, és ennek, hogy a hagyományát felé leszgettem asztalos szakmai körökbe, és ugye így megegyezően abban maradtunk, hogy aki végig a szakmájában van, és az 50 évet betöltötte, az megérdemli az asztalos atyamesteri megszólítást. Ugye Szécheny István gróf azt mondta, egy ország gazdagságához a kiművelt emberfők sokasága is hozzá tartozik, és ugye igen nagy érték. És én ugye azt mondom, hogy Széchenyi Gróf, ő beleértette az akkori uradalmakban lévő kovácsot, asztalost, ácsot, és ugye én úgy érzem most már a szakmában eltöltött 48 év után, hogy valóban, aki ennek a hazának, ahol születtem, itt a világközepi közepén maconkán, bábászony segítségével, én örülhetek annak, hogy talán a mennyei atya támogatásával, tehát csodálatosan szép mesterséget gyakorolhatom, amit ugye Szent József is, mint Ás Asztalos és Jézus is megtanít arra a szakmára, műveltek. A gyermekeknek is mindig azt mondom, hogy egy mesterembernek olyat kell tudni alkotni, ami olyan maradandó, hogy benne van múltunknak az ápolása, a jelennek az építése, jövő számára, de olyan erősen, hogy mint gyökerek a jövő, általunk jövő nemzedék kapaszkodni tudjon bele. Csak hálásnak lehetek ennek a hazának, ennek az országnak, amit ezért 100 éve létezik, ezért is készítettem, hogy a saját kertembe telet helyemen a Szent István királyon kettős apostoli nagykeresztet címre hallgató 15 méteres fa keresztet, amit a felvidékről a tátrából hoztam be, dr. Bírmiklós akkori váci megyéspüspök áldotta meg, és ő adta ezt a nevet. Következő évben elkészítettem azt a 64 kopjafát, mint 64 vármegyénk van, és ugye középen a nagy kereszt, ahogy áll, azt jelképezi, hogy Szent István, mint ország alakító, mint ország anya, hogyha el is szakítottak tőlünk a testvéreinket a határon túlra, de a hegyeinket, a folyóinkat, a népünket, a kultúránkat leváltani nem tudták. Nem is tudják soha, és ez a nagy őrködik a 64 kopjafa felett, mint ország édesanyja minden gyerekére. Én a műhelyből, amikor már végzek, hogy a délután, koráste, akkor jövök be, lelkiekben feltöltődve, megnyugodva, amikor úgy érzem, hogy aznap is teljesítettem a kötelességemet. Sajnos ugye a mai világban nagyon sok embernek csak a joga van, azt hangoztatja. Kevesen hangoztatják a kötelességet. És egy asztalos mesternek, amikor a kezembe kerül a természetnek az az ajándéka, amit bizony sokszor a természet 120-150 évig nevel, az a csodálatos fatest. Nem tehetem meg azt, hogy nem szeretettel alkotok belőle, nem beszem figyelembe a csodálatos belső szépségét, mint az emberekben, amikor ugye megismeri egyik ember a másikat jobban, és ugye nem a külső, mert a szép külső csúnya belső takarhat. Na így van ezzel a fa is. Mindig is súlykoltam az asztalos tanulóknak, hogy vegyétek észre, a fába mi a szép, mert a fa, amivel önmagát adja, az világ akkor színes, egy ember, egy mester, akkor értékes, mint a szép fa, hogy az azért olyan szép, mert ő is fa, ő akarsz, ő dió, hát a mester is, hogyha van neki önálló gondolata, akkor mit tudja valósítani? Nem szabad a mai világban ebben a rohanós tele teletűzdő kapkodásba elmenni abba az irányba, hogy mindent automatizálunk, minden sárdonossá teszünk. Ez nem jó. Én nem sértődhetek meg a fára, hogy olyanokat adta a természet, mert mikor tanulókorom egyszer morogtam a mesteremnek egy akaszfaj, hogy nem jó. Megverte a gyalupadat, azt mondta, hogy mit gondolsz te? Azt hiszed, már mindig van aranyos, drága, jó fát találsz? Ebből csináld meg. Hát az élet is ilyen. Amikor a fűrészgép szétvagdosta az ujjamat, én akkor se keseredtem el. Nem büntetésnek vettem a jó Istentő, figyelmeztetésnek. Arra, hogy vigyázz. Vigyázz, mert neked van egy küldetése. Neked ezt teljesíteni kell. Ez olyan, mint mikor valaki a fürdőszobába tükörbe néz. Én meg a fába látom meg ezt. Ráadásul a gyertyámpa annyira kemény, hogy mikor meggyanulom is sima, saját fénye van. Tehát a fényében látom visszaragyogni az arcom. A gyertyámpát, hogy milyen? Talán a legfontosabb az, hogy nem a leggazdagabb talajokon terem. Általában a sovány talajokon. Vagy ciklás helyeken. Tehát annyira kivantéva a természet szélsőséges időjárásának, a földnének, hogy nagyon nehezen, de ha egyszer megnő, akkor ő lesz a legszívósabb, a legkeményebb. És én is úgy érzem, hogy az vagyok, az lettem, és most sem adtam fel, nem is fogom feladni, mert én magam a két kétlábú járó, egyszerű, szürke Gyertyanfa vagyok. De mindennel szembeszállok, mint a Gyertyanfa is. 奶奶奶奶奶